Jó napot kívánok! Ez itt a Konzul Főzőiskola. Ez alkalommal a tarhonya elkészítését fogom bemutatni. Kétféle tarhonya van. Van a kézi és a gépi. Ebben a videóval a gépivel foglalkozom. A gépi tarhonyát egészen más módszerrel főzzük, mint a többi tésztát. Kezdjünk is bele! Egy lábasba beletesszük a tésztát, rá az olajat. Keverjük úgy el, hogy mindenhol érje az olaj. Pirítgassuk, időnként keverjük meg. Ha elérte a megfelelő aranybarna színt, öntsük föl vízzel, annyival, hogy egy újnyival ellepje. Ha ez megvan, tegyünk bele egy kanál ételízesítőt. Keverjük el, majd fedjük le, hagyjuk, hogy fölforjon. Időnként nézzük meg, hogy puha-e. Ha nem, öntsük még rá egy kis vizet, főzzük tovább. Ha elég puha, készen vagyunk. Ezt a köretet általában pörköltek mellé szokták adni. Köszönöm, hogy velem tartottak, a viszontlátásra! Amennyiben szeretnéd, hogy valamit elkészítsek a közeljövőben, írd meg kommentben, vagy küldj levelet. Amennyiben szeretnél értesítést kapni az újdonságokról, iratkozz föl csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottak, a viszontlátásra! Well, you're looking like you're part of the plan. So behave.